A Tech2 nézzük az új Asus Vivobook S5-öt egyel, amit így megtehetünk a Computex 2013-on, ami egy 15 inches touchscreen-es kis készlék, ami valószínűleg jó kis áron, majd Windows 8 Pro vagy, ahogy láthatjuk, meg fog jelenni. Rámegyünk a desktopra, hogy látjátok még egy kicsit a technikai adatokat is, amin 1 GB tárhelyet találunk, például sajnos csak 1360x768 pixel felbontású kijelzőt, de az igazából teljesen elég, hogyha tényleg egy olcsó készléket akarunk, amivel mindennapi dolgokat el lehet intézni, mint Word, meg YouTube. De egy jó kis poci van most ebben a készlékben, majd persze kicsit olcsóbban is meg lehet oldani, nem feltétlenül Intel Core i7-tel, de még ezzel is 9 órát fog bírni, és van benne GeForce G740M is, hogyha akár játszani akarunk, ez persze nem rossz. Sőt, külön gombok is vannak az egésznek, nem csak a sima, szép kis billentyűzet, hanem itt van egy külön gomb, amit ugye megnyomom, megjelenik ez az Asus Vivobook ablak, és itt meg lehet például tekinteni, hogy milyen zenemódusban vagyunk, mennyi tárhelyünk van még szabad, mennyi memória is szabad, bementem az Asus Cloudban már is, meg akár a power savinget is bekapcsolhatjuk. Van egy nagyon jó kis webkamerája is igazából, hogyha megnézitek. Itt a tetején már világít is, és itt tényleg nagyon szép képet lehet csinálni, úgyhogy skype-olása is akár tökéletes ez a készülék, mondanám most én. Különben persze elég jól viszi a ujjammal, vagy elég jól lehet a touchscreen-t használni, és oldalról is a színek még teljesen tűrhetők, akkor is, hogyha egy kicsit besőtétedik oldalról, hogy egy kicsit megnézzük. Sajnos ennél tovább nem lehet kihajtani a képernyőt, ez is szerintem még egy kicsit hátrányos, de ahogy említettem, ez egy kicsit olcsóbb készlék. Van benne DVD drive, USB 2, mikrofon és hangszóró felhallgató egyben, SD kártya olvasó, 3 státusz LED itt az elején. Kívülről szép kis fémnek tűnik az egész, lehet, hogy csak műanyag, amit így bevontak egy ilyen felülettel, kicsit zenbukos feelinge van, Asus logó, be lehet elég könnyen sajnos nyomni. De a másik oldalt találunk USB 3-at, HDMI-t, be lehet dugni ide is egy hálózati kábelt persze, áram és Kensington. Hátulján amúgy nem találunk semmit, meg sem mutatom, nem lényeges, de az alja az műanyag, így érjük el a 2.4 kilót egy 15 inches készléknél, és ez amúgy annyira nem is nagy baj, mert a műanyag könnyen, vagy a fém könnyen összekaszolódna, hogyha itt is alumíniumból lenne, mint a belseje, de különben itt még van 2 hangszóró is, amit sajnálunk, az, hogy nem lehet kivenni az akkumulátort, RAM-ot, hard drive-ot, stb. Ez volt az első bemutató itt az Asus Vivobook S5-5-1-ről, amit akár egy kézzel is ki tudunk nyitni, nem olyan könnyű, de meg lehet oldani, mindenhol lehet használni, és van 14-esben is S400-ként, ahogy most éppen látunk egy szép videóban. Köszönjük benne a Tech2-nél, nevem Gábor Lázs, a Computex 2013-ról.